Köszöntöm Önöket, ez a Siemens Világ podcast sorozatunk legfrissebb epizódja. Serez Zoltán, a Siemens ZRT szakértője a vendégem, védett terek és épületek biztonsága, ez a témánk. Én Ércfalvi András vagyok, a Siemens podcast sorozat műsorvezetője. Zoli, gondolkoztam, régen 100-200 éve védett épület, hát egy bank, az mindenképpen védett épület volt. Mondjuk egy országház, egy parlament, egy kapitólium, meg még talán lehet sorolni, de egy kezemen talán ezt össze tudnám szedni. Most mit értünk védett terület vagy védett épület alatt a Siemens szempontjából? Minden olyan létesítmény és épület, ahol adatot, értéket, embert szeretnénk védeni, hiszen a Siemens több mint 50 éve foglalkozik ezzel az elektronikus biztonságtechnikai megoldásokkal. Mondasz egy pár példát, aztán majd menjünk bele a technológiai részletekbe, de hogy mi mindent kell elképzelni az én kategóriámon kívül. Mai világban ez talán már olyan, mint amikor annak idején néztük a Mission Impossible filmeket, hogy olyan perifériák, olyan eszközök állnak már a rendelkezésünkre, például üvegtörésérzékelők, rezgésérzékelők, fúrásérzékelők. Ez egy múzeumban például igen, vagy akár van olyan múzeumi referenciánk, ahol a képek védelmét Siemens berendezések látják el. Tehát már ezek a mai fejlett világban rendelkezésre állnak ahhoz, hogy tökéletesen el tudjuk látni egy épületnek a védelmét, természetesen olyan szintű védelmét, amit a benne lévő tárgyak és értékek megkívánnak. Nézzük ezt technológiai szempontból. Jó, meg hát az elmúlt években, évtizedekben rengeteg minden történt, ha csak az internetre gondolok, meg az összes többére, meg a mesterséges intelligenciát. Ezek hogyan segítik a kereskedelmi épületek, vagy ipari és kereskedelmi épületek, szűkítsük ide a kört, biztonságos átételét. Az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerültek a szoftverek, ugye Siemens is rengeteg biztonságtechnikai szoftvert fejleszt, elég széles portfóliója van ebben a tekintetben, és ez azt szolgálja, hogy az egyes úgynevezett alrendszereket összefogja, tehát például egy beléptető rendszert, egy tűzjelző rendszert, egy hangosító rendszert, egy vagyonvédelmi rendszert, vagy akár egy kamerás rendszert, ezeknek az információt összefogja, és ezt valamilyen intelligencia alapján kiértékelve a kezelő személyzet rendelkezésére bocsájtva. És már nem is kell ott lenni ráadásul. Legtöbbször nem kell ott lenni. Nagyobb létesítményekben azért van erre külön személyzet, aki ezt szűrt információkat megkapja, és ebből tudnak döntést hozni. Ilyen alrendszerek lehetnek, egy kerítésvédelmi rendszer, a bécsi Siemensben működik például egy ilyen, ami szakaszokra van osztva a kerítés, és az az érdekesség a rendszernek, hogyha mondjuk egy gyerek neki megy, akkor az természetesen nem érzékeli riasztásnak, viszont ha már elkezd valaki mászni rajta, akkor az riasztásnak érzékeli, és egy adott kamerával meg is tudja nézni az őrszemélyzet, hogy mi történik. Tehát 197 gyártónak több mint 13 ezer kamerája van integrálva a Siemens szoftver alá, ami természetesen megint csak a rugalmasságot segíti, hogy az ügyfél bármilyen kamerarendszert választhat, azt a mi szoftverünkben jó eséllyel be tudjuk integrálni. A beléptető rendszereknél van olyan telepítésünk, magyarországi gyár, ami vállalatirányítási rendszerrel van összekötve, a beléptető rendszer, tehát a dolgozók ebből kapják a fizetésüket. Itt mérik le, hogy mikor érkezett be a gyárba, mikor ment el, mikor hagyta abban. Tehát itt már nem lehet játszani a blokkoló órával, ez már nem az a kategória. Már nem lehet, igen, igen. Két nagy külföldi referenciát említenék, az egyik a Salzburgi Red Bull Arena, ahol egy komplex szoftveres megoldása működik a Siemensnek. Azt mondtam, hogy személyre szabott automatizálási technológia, és nem nagyon értettem, hogy mire van szükség egy ekkora arénában 640 automatikus, intelligens hangszóró, és aztán rájöttem, hogy ez is a biztonság technikára, meg a biztonságra vezethető vissza, mert hogyha ki kell üríteni egy ilyen arénát, akkor az nagyon fontos, hogy bárhol ül az a néző, az azt a hangot hallja, amire neki szüksége van, és azt az utasítást kövesse, ami abból a hangszóróból szól. 640 hangszóróra a professzionális kiürítés miatt van szükség, és természetesen a rendszert, még kamerás megfigyelő rendszer is segíti, ami az érdekessége az egész helyszínnek, több mint 30 ezer ember befogadására alkalmas aréna, és hát egy ekkora szurkolói tábort, szurkoló mennyiséget kontrollálni elég nehéz. Itt a Siemensnek 45 darab egyedi fejlesztésű kamerája működik, tehát mindössze 45 kamerával lehet figyelni ezt a területet. Ez egy kicsit olyan, mint a James Bond filmekben, amikor nagyítjuk a képet, és még mindig éles, és még mindig rá tudunk. És az összes arc. És összes arcra. Együtt és külön-külön is megvan. Igen, szektorokra van osztva, és az adott szektort a kamerával be lehet nagyítani. Olyan képsűrűsége van ennek a kamerának. Ez azért is érdekes, mert ugye most a védett terek és épületek biztonságáról beszélgetünk a Siemens ökoszisztéma szemüvegén keresztül, hogy itt azért nincs olyan pontos jogi szabályozás, mint a tűzvédelemnél. Tehát, hogyha én a mai kornak megfelelő atlétikai csarnokot, vagy nem tudom, ilyen arénát akarok építeni, akkor részben vagy egészben az a tulajdonos üzemeltető felelőssége, hogy milyen biztonságot tesz az intézménybe, nem?
ez mindig egy komoly egyeztetés előzi meg a tulajdonossal, beruházóval, üzemeltetővel, és természetesen ez függ az épületnek, a létesítménynek a funkciójától is. Voltak olyan speciális telepítéseink az elmúlt időszakban, ahol Siemens szoftverbe olyan igényeket kértek, hogy például dozimetriai rendszerre legyen összeintegrálva. Ez nem egy egyszerű átlagos napi kérés, természetesen a nyílt protokolloknak megfelelően meg tudtuk ezt az integrációt oldani. Itt ez volt a beruházó előírása. De van olyan nagy ipari létesítményünk, ahol Siemens PLC-kkel például a meteorológiai rendszer van integrálva a rendszerünk alá, a szoftveres rendszerünk alá. Erre azért van szükség, mert egy katasztrófa esetén olyan gáz kerülhet a levegőbe, ami nagyon megnehezíti a menekítést. És ugye tudni kell a beavatkozó csoportnak, személyzetnek, hogy merről közelítse meg az adott területet. Tehát ilyenekkel találkozunk. Erre a Siemensnek mindig van professzionális megoldása. Az is érdekes, hogy mikor kell látszódni a biztonságtechnikának, a beépített, a hangszoroknak, a kameráknak. Kell egy áruházban nyilván, egy bankban nyilván, egy sportcsarnokban nem tudom, biztos ott is nyilván. Ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, amikor az üzemeltetőkkel tulajdonosokkal egyeztettek, hogy legyen ez látható, vagy ne lásson ebből semmit a vendég, vagy a fogyasztó, vagy a vásárló. Igen, ez egy érdekes kérdés, hiszen azt mondanám rá, hogy is. Tehát vannak olyan rendszerek, amik nem jók, ha látszanak, például mondjuk egy Trezorban, vagy egy ATM-gépben lévő belső berendezések, viszont a látható biztonságtechnikának van egy visszatartó ereje is. Tehát ha bemegyünk mondjuk egy bevásárló központba, és látjuk a kamerákat, annak van az elkövető szempontjából is egy visszatartó ereje. Igen, de van egy nagy múzeum is, ugye Budapesten, ami szintén partneretek, vagy ügyfeletek, ahol, ha jól tudom, akkor a képvédelem akasztóval, súlyér érzékelővel van összefüggésben, ezt se kell látni nekem, hogyha leakasztom a képet, akkor azonnal hárma jönnek értem. Ez is egy egyedi megoldás, ebben a múzeumban ugye ilyen képakasztók működnek. Egy pár évvel ezelőtt egy referencia látogatásra vittünk ki ügyfeleket Belgiumban, Brüsszelben, ott egy Siemens által telepített múzeumot néztünk meg, ott például egy másik megoldás volt, RFID megoldással védték a képeket, egy ilyen egységet tettek a képkeretnek a hátuljára, és a rendszer azt figyeli, ha az mozdult, akkor baj volt. Akkor baj van, illetve ha átviszik egy bizonyos vonalon, akkor azonnal riaszt a rendszer. Vannak tipikus biztonsági szintek, tehát ez olyan, mint az összes többi, mint a hoteleknél mondjuk a csillagszám. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mi a tulajdonosnak, az üzemeltetőnek az elvárása. Korábban ilyen szigetüzemű, úgynevezett szigetüzemű rendszerek voltak, egy létesítményben ahány bérlő annyiféle rendszert hozott magának. Ma az utóbbi években már az a trend, hogy egy üzemeltető, egy beruházó egy épületet felépít, egy rendszerre látja el, amit majd később kiterjeszt a bérlő igényeknek is megfelelően. Ennek az a hatalmas előnye, hogy ez sokkal rugalmasabbá teszi a rendszernek az üzemeltetését, a kezelését, illetve költséghatékonyabbá is. Sokkal kevesebb ember is illetve kell hozzá. Kevesebb ember is kell, illetve az ügyfélnek nem kell foglalkozni a saját rendszerének az üzemeltetésével sem. Ha téged hallgatlak, azért az jut eszem, hogy egy új épületnél, egy olyan épületnél, ami már akár tervezésben is benne vagytok valamilyen módon, vagy a biztonságtechnikának a tervezésekor, az úgy egyszerű, mint egy meglévő épületet örökölni a maga sok kis szigetével, és azt valamilyen módon átalakítani. Ez mindenképp egyszerűbb, és itt meg is kell említeni, ugye eddig beszéltünk Siemens-es szoftverekről, viszont a másik nagy területe ennek az, amit ugye a szoftver használ maga, az informatikai környezet. Tehát egy nagyon jó felépített és megtervezett informatikai környezetnek kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy ezek az integrációk úgy megtörténjenek, hogy abból azt az ügyfél is ki tudja használni. Technológiai trendek tekintetében természetesen a perifériák is fejlődnek, hogy mit értünk perifériákra, egy mozgásérzékelőt, egy kamerát, vagy akár egy beléptető kontrollert, vagy kártyaolvasót, de a nagy fejlődés az a szoftverek területén van, tehát folyamatosan fejlesztik a szoftvereket, pontosan az integrálhatóság miatt. Mit is jelent ez? Ez a leglátványosabb eleme ennek például a videós rendszer, ott analitikával, vagy más néven képtartalom elemzéssel látjuk el a szoftvereket, tehát magyarul a kamera által felvett képet elemzi a szoftver, és ennek megfelelően dönt. Kalambó filmekben ez úgy volt, hogy kikockázta a nyomozó. Néha letöröltek egy részt, néha meg szalagot cseréltek. Ezt már meghaladtuk. Igen, ezt már meghaladtuk bőven. Ugye itt az informatikai rendszer már csodákra képes szinte. Itt például arra kell gondolni, hogy nézzünk mondjuk egy repülőteret, például mondjuk egy repülőgép beszállításnál. Ugye az emberek egy irányba mennek a repülőgép irányába. Nézi a kamera őket, és be van állítva az analitik, hogy ha valaki véletlenül ezzel az irányjal szembe jön, akkor ad egy riasztást, mi történhet, vagy segítségre szorul, vagy valami olyanban sántikál, ami miatt mindenképp beavatkozás szükséges. Vagy egy másik példa, szintén mondjuk repülőtér vagy nagy közlekedési csomópontoknál valaki ott hagyja a csomagját.
vagy akár, hogyha mondjuk egy parkolót nézünk, a rendszer figyel arra, hogyha valaki úgynevezett lődörgést csinál, vagy lődörög, vagy jobbra-balra cél nélkül az autók között, akkor ezt is tudja a rendszer jelezni, ad egy riasztást a kezelőszemélyzetnek, és be tudnak avatkozni, meg tudják kérdezni. A másik, ami a technológiai trendeknek nagyon fontos, hogy ugye ezek már olyan komplex szoftverek, hogy nem csak szoftveres szinten működnek együtt az egyes alrendszerek, tehát például mondjuk én lehúzom a belépő kártyámat a cégnél, és a kamera akkor mondjuk ráfordul az arcomra, és meg tudja mutatni a őrszemélyzetnek, hogy valóban én vagyok, és nem adtam kölcsön a kártyámat valakinek, hanem már olyan szinten is működnek ezek, hogy úgynevezett ilyen geolokációval ellátott térképeket tudunk alátenni. És képzeljünk egy nagy gyárépületet, több hektár területű, több létesítmény van benne, több épület, és pontosan tudni fogja a kezelő személyzet, hogy mi hol van. Adott esetben a Siemens szoftver alkalmas arra, hogy például egy radart is be tudjunk integrálni, ami több száz különálló objektumot tud megkülönböztetni, vagy akár mondjuk egy őrjáratot végző személyzetnek GPS koordinátái alapján meg tudják mondani, hogy az, ahol probléma van, melyik a legközelebbi őr, akit oda tudnak küldeni. Mi van akkor, hogyha egy szemét keresek, egy ismert szemét, olyan keresném az anyósomat a reptéren, mert ő veszett el, nem a csomag. Erre is van megoldás. Ezek a rendszerek már alkalmasak arra, hogy kijelölünk egy szemét, és gyakorlatilag a rendszer végigkeresi az összes felvétel, az összes kamera felvétel, hogy ez a személy ez hol tűnt fel, és csinál egy videóklippet ebből, tehát végig tudjuk nézni a mozgását. Ez érdekes lehet egy repülőtéren, de érdekes lehet mondjuk az utcán, ahol térfigyelő rendszer működik, a rendőrség utána sokkal könnyebben vissza tud egy mozgást keresni. Annyira izgalmas lehet a ti munkátok azért, mert egyrészt a technológia hihetetlenül fejlődik, tehát a játszó eszközeitek, ez a játszótéren egyre több minden van, most hadd mondjam én egyszerűen. Ugyanakkor meg nyilván jönnek a megrendelők, akiknek meg akár az információ, mindenféle információ is egyre több vágya, meg igénye van, amit valami módon ki kell szolgálni. Tehát egy lépéssel mindig az igények előtt kell járni. Ez valóban így van, és nagyon fontos ezeknél a szoftvereknél a folyamat automatizálás. Itt példának lehet említeni, ugye egy kezelőszemélyzetnek bármilyen esemény van, akkor feljön egy checklist, ahol meg tudja nézni, hogy milyen beavatkozások szükségesek, vagy például egy tűzesetnél a legközelebbi kamerával meg tudja nézni, hogy valóban tűzeset történt-e, vagy csak valaki megnyomta mondjuk a... Ez pont a checklist, mint a pilótának a repülőn, ugye? Igen, csak most már mondjuk egy épület definiálható, és ezt ugye mindig az épület sajátosságai hozzák magával, hogy itt milyen checklistát kell. Vagy említhetném azt, hogy mondjuk tűzjelzés esetén jön egy olyan adatlap, hogy mondjuk az adott helységben milyen veszélyes anyagokat tárolnak, tehát még véletlenül se nyissa ki az őrszemélyzet. Folyamatosan változnak a beruházói, üzemeltetői elvárások, és természetesen az elkövetőknek a motivációi is változnak. Ugye manapság egy létesítményben egyre nagyobb értékek találhatóak meg, és ezáltal folyamatosan változnak a veszélyek is, amikre nekünk válaszokat kell adni, illetve, hogy mondtad az előbb is, nekünk mindig egy lépéssel előrébb kell járnunk, mint az elkövetőknek. Hát igen, mert régen egyszerű volt egy ilyen képtában, valaki nagy táskával ment kifelé és befele, nem volt nála nagy táska, akkor gyanús lehetett, hogy leakasztott egy képet. Ezt most már Siemens módszer meg tudja akadályozni. De most már, ha egy adathordozón próbálok valamit kicsempészni, az nyilván sokkal bonyolultabb azt mondjuk észrevenni bármilyen módon, vagy azt megakadályozni bármilyen módon, technológia vagy bármi más segítségével. Nagyon fontos, hogy ezeknek a rendszereknek most már egy elég komoly informatikai hátteret kell biztosítani, tehát ezáltal a biztonság technikában már nem csak régen a klasszikus biztonsági szervezet volt bevonva. Őr, kutya, meg igen, az összes többi. Hanem most már az adott létesítmények az informatikai részlegeit is be kell ebbe vonni. Zoli, ez az eddigiekből is kiderül, hogy kiderülhet mindenki számára, hogy ezen a területen is óriási a verseny. Miért pont Siemens? A legfontosabb az ügyfelek véleménye, az ügyfelek pedig azt mondják, hogy egy kézből szeretnének megoldást, biztonságtechnikai megoldást, amire a Siemensnek van válasza a szoftvertől kezdve egészen a perifériákig, és természetesen a különböző üzleti modelleknek is meg tudunk felelni szakmai tapasztalattal, és meg tudunk olyan speciális előírásoknak is felelni, például van olyan beléptető rendszerünk, ami a Német Nemzetbiztonsági Hivatalnak a legmagasabb szintű minősítését megkapta, tehát ahova ilyet vár az ügyfél. Hát az már elég szigorú lehet, ez elég egyértelmű. Tudunk szállítani. A számok magukért beszélnek, globálisan a Siemens több mint 25 millió létesítményt menedzsel,
30 ezer behatolási jelzőrendszer, 15 ezer beléptető rendszert telepítettünk már, 15 ezer videórendszert, és több mint 1 millió kamerát felügyelnek a Siemens szoftverek világszerte. Azon gondolkozom, hogy melyik projekteteket iridlem tőled a legjobban, az arab Forma 1-es pályát, az amerikai kikötőt, az olasz repteret, a müncheni adatközpontot. Szóval melyik a legizgalmasabb? Minden egyes helyszín, amit említettél, talán abban különbözik, hogy speciális elvárásoknak kellett megfelelni. Nyilván egy Forma 1-es pályának teljesen más elvárásai vannak, mint egy kórháznak, egy adatközpontnak, vagy egy bevásárlóközpontnak. Meg tudnak még lepni benneteket az ügyfelek, a partnerek, a kívánságok, a kérdéseikkel? Mert néha ez már futurisztikus is lehet, hogy a látott valamit egy kémfilmben, és ő arra is fel akar készülni, de nekem szolgáltatóként Siemens-kel azt mondja, igen, mi ezt is tudjuk hozni, mi ezt így oldjuk meg. Vannak ilyenek is? Igen, ez valahogy kapcsolódik ahhoz a trendekhez, amiről beszéltünk, hogy ugye nekünk mindig a napra kész, és sőt azt mondom, hogy inkább a jövőbe mutató megoldásokat kell integrálni, de természetesen, ahogy ugye beszéltünk erről, ez mindig egy komoly egyeztetés ezeknek a rendszereknek a kialakítása. Tehát, hogyha valaki megnéz egy filmet, és ő lát abban ilyen lézervonalakat össze-vissza menni, akkor valahogy le kell húzni a valós talajra, hogy olyan megoldást tudjunk neki adni, ami még annál is jobb. Ami még annál is jobb, és az sem megfelel az elvárásainak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt, remélem a hallgatók is élvezték. A Siemens Podcast legfrissebb adását hallották. Sere Zoltán a Siemens ZRT szakértője volt, a vendégem Ércfalvi András vagyok, a Siemens Podcast sorozat műsorvezetője. Szívesen ajánlom figyelmükbe a podcast sorozat összes darabját, szerintem érdemes meghallgatni. Viszont hallásra!